Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemléletű coach és vezető képzésének a vezetője, és menedzsment eszközökről, coaching eszközökről, technikákról szól ez a sorozat. Ismét elmondom, hogy nagyon hálás vagyok mentoraimnak és azoknak a könyvszerzőknek, akiknek a munkáit olvastam. Az első részben fel is soroltam őket, és valószínűleg még ez a lista bővülni fog, ahogy haladunk előre az időben. A mai alkalommal egy olyan gyakorlatot hoztam nektek, ami a coachingban eléggé általános. A coaching többnyire a jövővel szeret foglalkozni, és abból merít energiát, hogy milyen változásokat szeretnénk az életünkben. És az értékalapú döntések lenne a címe a mai kis előadásnak, ami egy roppant egyszerű gyakorlat, némi képzelőerőt igényel, ahogy az előző részben a csoda kérdés is. Többféleképpen szokták hívni ezt az eszközt, van, aki Z gondolkodásnak hívja, mert hogy elmegyünk az ABC-ben az utolsó betűig, és onnan kezdve fejtjük vissza az életünket. Én most azt a címet adtam neki, hogy értékalapú döntések. Tehát visszatekintés a jövőből ez az alcím, és ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy döntéseket meg tudjunk hozni az életünkben, időnként le kell lásni az értékeink, az igazi értékeink mélyére. De ez olyan rosszul hangzik, nem? Tehát, hogy mik az értékeid, a hűség, a szeretet, a barátság, stb. És akkor ez alapján hozzá a döntéseket. És néha az ember belekerül egy ilyen felhőbe, beszűkül tudatállapotba, és nem látja tisztán azt, hogy most elvállalja ezt a munkát, ne vállalja el, túlórázzon inkább, ne túlórázzon. Olyan vonzó ez az egyetem, el kéne végezni, meg most kedvezményes ösztöndíj is van. Mit csináljak? Elfogadjam, vagy ne fogadjam el? És a Z gondolkodás, vagy az értékalapú döntéseknek ez a gyakorlata abból indul ki, hogy most lehet, hogy káosz van a fejünkben, de képzeljük azt el, hogy eltelt 10-20-30-40 év, és onnan tekintünk vissza a mai helyzetre. Tehát egy olyan egyszerű kis feladatot hoztam nektek is, amit én is időnként meg szoktam csinálni, és ez alapján újra tervezem, újra orientálom az életemet, hogy tegyük fel, hogy 80 éves vagy, vagy 90, vagy 100, amennyi szeretnél most lenni gondolatban, és onnan visszatekintve, mi az, ami miatt nagyon elégedett vagy az életeddel? Mondjuk 80 éves vagy, én most 46 éves vagyok, mi történt az elmúlt 34 évben, hogy azt érzed, hogy egy teljes, kiegyensúlyozott életet éltél? Tehát nem az a kérdés, hogy most mit fogsz csinálni, hanem onnan visszatekintve mit tettél, és itt fontos a múlt idő használata. Vagy 70 éves vagy, vagy 90 éves vagy. Mit tettél az elmúlt 20-30-40-50 évben, hogy olyan békességgel várod azt, hogy esetlegesen most már véget érjen a földi pályafutásod? Ez minden coaching alapja. Ebből a gondolkodásmódból merít energiát, erőt, motivációt a változáshoz. Mert ha én 80 éves koromban úgy gondolok vissza az életemre, hogy fú, ezt a 34 évet azzal töltöttem, hogy segítettem más embereknek fejlődni, egyről a kettőre, ötről a hatra jutni. Hogyha nekem az volt a fontos ebben a 34 évben, és azért vagyok ilyen nyugodt, mert a legjobb ételeket főztem a legjobb barátaimnak. Rengeteg időt töltöttem a családommal. Ez segít az itt és mostban a mában meghozni azokat a kisebb-nagyobb döntéseket, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy valóban ilyen legyen majd a 80. születésnapon, ha Isten engedi és élünk. Most ezt az eszközt, ami pofon egyszerű, bármikor, bármilyen helyzetben használhatod. Tegyük fel, hogy szeretnéd kicsit a saját céljaidhoz közelíteni az életedet, de nem tudsz 30-40 évben gondolkodni. Akkor képzeld azt el, hogy most van 2020. december 31-e, szilveszter napja. Mi minden történt 2020-ban, amiért nagyon hálás vagy, és tudod, hogy jó döntéseket hoztál. Mondjuk levizsgáztál ebből és abból, mondjuk nem vállaltad el azt a munkát, vagy elvállaltad azt a munkát, többet pihentél, lehet, hogy több szép irodalmat olvastál, az is lehet, hogy többet foglalkoztál lelki, spirituális dolgokkal, és amint ezeket elkezded összeírni magadban, egy picit már szinte kondicionálod is magad, hogy amikor eljön 2020-nak a januárja, februárja, márciusa, csak előveszed azt a listát, amit felírtál a jövőben, 2020. december 31-én, és meg tudod nézni, hogy vajon ez a lépés közelebb visz ahhoz, hogy ezek a dolgok teljesüljenek? Még egy trükkre felhívnám a figyelmedet, hogy ez más módon mozgatja meg az agyat, mint hogyha azt írnád le, hogy mit akarok csinálni 2020-ban.
Ha azt írod le, hogy mit akarok csinálni, akkor eszedbe jutnak a problémák, hogy ez se lehet, az se lehet, de hát valamiből meg kell élni, és a többi, és a többi, és a többi, és így tudatalatt kifogásokat keresünk. Ha azt feltételezzük, hogy 2020 az életed legjobb éve volt, amikor közelebb kerültél ahhoz, aki valójában vagy, amilyen céljaid vannak neked, és ebből kiindulva írod le, akkor valami megváltozik, nem az akadályokra, nem a problémákra tekintesz, hanem arra, hogy ezek, hú, ezek lehetségesek. És mindent meg fogsz tenni azért, már akár tudat alatt is, a Szentlélek segítségével, hogy el is juss oda, hogy 2020 év végén hálával tudjál visszatekinteni. És azt hiszem, hogy ezt a két kérdést én is a saját coach munkámban, meg képzésekben szívesen használom, hogy mi az, amire te büszke szeretnél lenni majd? Vagy ha a jövőbe megyünk, büszke leszel 80 éves korodban, vagy 2020. december 31-én. Mi az, amiért igazán hálás leszel 2020 végén, vagy 80 éves korodban? Ha ezek alapján hozod meg a kisebb-nagyobb döntéseket, akkor valószínűleg sokkal közelebb kerülsz önmagadhoz és a céljaidhoz. Én nagyon sok ilyen kérdést és gondolkodást kívánok neked, nektek, és ha van most a műsor után 3-4 perced, akkor bíztatnálak arra, hogy tedd fel magadnak, és kezd is el megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nagyon-nagyon szép hetet kívánok nektek. Viszontlátásra!